Karácsony van, és úgy döntöttem, hogy csináljunk egy szaftos és ropogós porkétta. Iratkozzatok fel az Ecofamily YouTube csatornára. A porkétta ez olyan, mint egy csomó étel nálunk Olaszországban, hogy minden régió van a saját fűszerezés. Én amúgy Trevízóból származom, azért gondoltam, hogy csinálom a trevízói fajta. Melegítsünk elől a sütőt. Én használom még ilyen turmix, belerakjunk egy kis só, kettő babérlevel, max kettő zsája is, vagy max három, én nem akarom túl fűszerezni, inkább a rozmaring szeretne érezni többet, és akkor rozmaringból ne sejnáljunk. Tegyünk bele egy kis fokhagyma. Kinyitom, leveszem a belső részed, ahogy szoktunk. Frissen örölt bors, nem szabad sejnálni. Fogunk egy ilyen botmixer, és adjunk neki. Jó. Egyelőre az első részed a fűszer már megvagyunk. Tegyünk egy kis extra szűz olívaolaj, meg fehér bor. Fontos, ne használjatok illatos borokat, csak sima száraz chardonnay, rieslingt vagy szürke borát. Előkészítsünk a hús, ez egy ilyen házi porketta, a császár részed, a hás részed. Amikor felgyöngyölsz a hús, bele lehet rakni egy ilyen nagyobb darab hús, mint a karály. Kettő dolog miatt ízesebb is, puhabb is. Én belerakom egy sertes szűz a belső részet. Hosszabbá, ilyen irányba vágjunk egy kicsit bent a húsba, hogy könnyebb legyen majd utána a gyöngyölés részed, plusz az egész be kell fűszerezni. Mindig tapogásunk meg, le tudjunk venni belőle egy pár keményebb részed. Kezdünk most egy kicsit kosszolni a kezünk. Először adjunk neki egy kis nedvesség. Sima, kézzel. Hát menjen mindenhova maga a bor, még a kinti részed is, és akkor a fűszer keverék. Én durvasó használtam, sokkal jobb szerintem a egybe sültek ilyen durvasó használni, és mindenféleképpen tengeri só. Beleraktunk a fűszer keverék a sertes szűzre is, amit a csomó néven lehet írni, amúgy én mindig mondom, ez a sertesnek a bénzi. Oké. A trevízói porkétta, a fő fűszer ez a rozmaring. Soknak tűnik, de majd utána nem fogtok annyira érezni. Tegyünk meg egy kis bors, csak itt frissen. És most kötözni kell, hát ez sajnos egyedül nem tudok. A fiúk, valaki jöjjön léci segíteni. Konyhában mindig jó, amikor van egy segítség. Belerakunk a belső részed a bélszi. Maradjon bent mindegyik fűszer, de amúgy valamennyi csak fog kijönni, ez 100%. Fogunk átérni. Engedjünk egy hosszabb, tegyünk duplán. Alá! Belerakjunk a cérna a másikba, és így túzunk. Jó, adjunk neki még egy kör, és itt is kötünk egy sima csomóval. És ezeket vágjunk mindig le, és folytassunk végig. Köszi szépen Andor barátunk, hogy segített. Akkor vágjunk az utolsó kis darab a cérnákból. Így, tökéletes. Szép? Szerintem szép. Akkor adjunk még egy kicsit a fűszerből, meg egy kis olaj, bor. 1 óra per kiló a sütés a sütőben. Ez körülbelül 4 kiló, ez 4 óra lenne. Úgy csináljuk meg, hogy az első fele az idő, 2 óra, alufóliával fedve, statikus sütés, ez azt jelenti, hogy alul, fölül, semmi légkeverék, és 220 fok. A porketta mindig úgy legyen becsomagolva, hogy a bőr részed fölfele maradjon, oké? Tehát ahol összekötöttünk, maradjon lent. Egyelőre csak itt belerakjuk. Tegyünk bele a maradék, az olaj, meg a fehér bor, fokhagyma, rozmaring, 2 darab babérlevel, legyen 3. Szerecsen dió, csak újig reszelve, nem fog rákerülni a hús, csak újig a gőzölésből segíteni fog több ízet kapni. Még egy kis fejérból és víz. Közben mindig, amikor látunk, hogy lefele megy a víz, akkor tegyünk még rá egy kicsit. Eltelt majdnem 2 órát. Sikerült!
Én csak úgy kézzel csinálom, ti vigyázzatok, mert forró. Hú, szuper. A belső részed, ez jobban megsült. Kapott egy gőmérséklet az egész, bepuhult a bőrje. A 220 helyet tegyünk 180-ra, légkeveréses legyen a sütő, és tegyünk bele őt. Legrönti részed. Vigyázzatok, mert nagyon forró. Belerakjunk csak úgy. Ez az. Hozzá gondoltam, hogy készítem egy kis ídes, saványú zöldségregú, serpenyő, rokkostűz, olívaolaj, hozom fehér bor is, savanyítani ez a ragú. Én ezt láttam meg ilyen fehér hajma, mert egy kicsit idesebb és nem annyira kárcos fokhajma. Csak úgy belerakjunk, kezd egy kicsit megpirulni. Egy kis só segít, hogy kiadja a saját víz, kis bors. Erős tűzzel dolgozunk, keverünk többször. Amikor úgy láttunk, hogy pirul, akkor adjunk hozzá a fehér bor. Adjunk, hogy az alkohol menjen ki. Tegyünk bele egy nagyon picit, vagy barna cukor, vagy egy kis méz is mehet rá. Ezt akarom kihozni, hogy valami ideskes kíséret legyen a porketta. Sárgarépa. Úgy láttunk, hogy nagyon lement a folyadék, és segítsünk magunknak egy kis vízzel. Vágjunk a kaliforniai paprika. Itt újra kezdődött buborékolni. Tegyünk be a paprika. Savanyka sírezni. Egy pici sok. És egy pici bors is. Keverjünk egyet. Tegyünk egy kicsit lejjebb a tűz. Vegyünk ki a fokhajmát darab. Ez maradjon itt. De vegyünk ki a porkettát, mert már készen is van. Ú, de gyönyörű. Nagyon ropogós, ahogy kellett a külső részed. Vigyázzunk, mert csepegni fog lent. Ez nagyon jó, ám. Na, ilyen angel kell. Zaftos. Nagyon jó. Oké, megjött a legjobb részed. Szedjünk egy kicsit. Egy kis tányérba, kis rozmarin. Vágjunk le még egy szelet, így ilyen szépen. És akkor hát, kóstoljunk meg. A belsőjét. Érezni a fűszer, amit nem nagyon sok. Jó volt a besózva. Nagyon finom. A paprika ropog. A sárgarépa is, egy kicsit ide saványkás. Boldog karácsony nektek! Jó mulatás, jó bulizás, és jó étvágyat mindenkinek! Buon Natale! Ciao!